Kendi Tamás szerényen és megilletődve vette át a polgármester ösztöndíját. A sajtónyilvánosság neki szólt és annak, hogy ő az első, aki a Sátor Aljaújhely polgármesterének ösztöndíjas a programban támogatást kapott. Tamás a Kossuth Lajos gimnázium végzős hallgatója, műszaki pályára készül, és mivel az egyetemi jelentkezés is pénzbe kerül, így van helye a támogatásnak. Budapesten műszaki egyetemre szeretnék menni tovább tehát műszaki pálya, energetikai mérnek, illetve közlekedési mérnek szakokat fogom beírni az első két helyre. Ezt az összeget ezt pedig a felvételire fogom felhasználni, hiszen a felvétel is pénzbe kerül, és ez fedezni fogja ennek a költségét. A Sátoraljaújhely hely polgármesterének ösztöndíjas a programot az év elején indított el a város vezetője. A forrást a gyermekeinkért sátor alja alapítvány segítségével teremtették elő erre az ösztöndíjra, amelynek egyetlen kikötése, hogy sátor helyen élő és itt tanuló középiskolás kaphatja meg. A kiválasztást a négy középiskola tanári testületére bízta a polgármester, az első intézmény a Kossuth Lajos gimnázium volt. Az intézmény igazgatója szerint a döntésükben nem csak a tanulmányi eredmény, de a közösségi munka is szerepet játszott. A többi jelölt, akiket az osztályfőnökök felterjesztettek, rövid kis értékeléssel még alsó évesek. Bízunk abba, hogy az ösztöndíj még nagyon sokáig fog élni, és ők is sorra tudnak kerülni, hogy a következő években olyan teljesítményt nyújtanak, hogy fel tudjuk őket terjeszteni erre a szép ösztöndíjra. A város polgármestere az első támogatás átadásán hangsúlyozta, hogy szeretnék, ha az itt élő diákok iskoláik elvégzése után visszatérnének a városba, hiszen a település jövője rajtuk múlik. Azt kívánom nekik is, és Sátorai Ujhelynek és Zemplénnek, hogy sok-sok ilyen tehetséges rátermet maga biztos fiatal szülessen és nevelkedjen ebben a városba, és még egyet hozzátennék, ha egy módja van rá, akkor jöjjön vissza ide és itt teremtse magának otthont, egzisztenciát, és itt erősítse a helyi közösséget. Az ösztöndi mellé egy korlátlan kalandpark bérletet is kapott Tamás, amelyet 2014-ben bármikor felhasználhat majd.